Az iskola sportpályáját a tartományi ifjúsági és sport titkárság pályázatából újították fel. Ez mintegy 2,5 millió dinárba került. Igénytelen volt arra, hogy a tornaórákat biztonságos módon tudjuk lebonyolítani. Rések, hasadások, illetve különböző bemélyedések keletkeztek rajta, és ezáltal meg szeretném köszönni a tartományi sport, illetve ifjúsági osztályos titkárságnak azt, hogy ezt a problémát sikeresen meg lehetett oldani ebben az évben. Minden szinten hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola megújulhasson. Ez egyúttal a jó együttműködés eredménye, szögezte le Pásztor Bálint, köztársasági parlamenti képviselő, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke. Nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk az idén 60 éves október 10 általános iskolában Szabadkán. Három sikeres projektumról tudunk beszámolni. Egyrészt megújult a kültéri sportpálya, másrészt pedig az iskola épületének a folyosója fog megújulni a nyári szünetben, új csempék fognak kerülni a folyosóra. Összesen a három projektum értéke, illetve a kettő projektum, amelyet három forrásból finanszíroztunk, összege nagyjából 4,9 millió dinár. Nyilas Mihály, az igazságügyi minisztérium államtitkára megjegyezte, hogy az oktatásra nagy figyelmet fordítanak. Nagyon fontos az, hogy az igazságügyi minisztérium is hozzájárul a fejlesztésekhez. Ezek a fejlesztések nem csak az oktatásban, hanem az egészségügyben és a szociális védelemben is jelentősek, és ez a három terület az oktatásra kiegészítve az, amelyik eredményesen pályázik minden évben az említett eszközökre. Szakállas Zsolt, a tartományi kormány alelnöke, oktatási titkár kijelentette. Az utóbbi években csak nem 10 millió dinárral támogatta az iskolát az oktatási titkárság. Mindenek előtt infrastruktúrális beruházásokról van szó. Az intézmény látogatáson a tartományi ifjúsági és sport titkárság képviseletében jelen volt Kormányos László segédtitkár.